Azt mondja Kovács Gergely, aki a reggeli személye, hogy összetem, mert mondtam, hogy Robi, el ne roncst, nem, társ nem, alelnök, nem elnök, hanem társelnök. Kovács Gergely, a két farkú párt <laughs> társelnöke. A reggeli személy jó reggelt kívánok mindenkinek, jó reggelt kívánok Kovács Gergelynek, 12. kerületi önkormányzati képviselőnek kezdjük talán a, a, fontos ügyekkel. Az egyik kolléga nem írt önnek, neked, nem beszéltük meg, miért, de akkor tegeződjünk, hogy írt neked egy levelet, hogy most kényszerűségből a Pagony utcába költözik, és hogy valamit kellene csinálni az önkormányzatnak, mert hogy semmit nem lehet csinálni a 12. kerületben, még egy jogi sincsen. Mi erre az önkormányzati képviselő válasza? Gyíros lesz, nem sokára elkészül az a, az a 30 méter magas szobrom, amit ígértem a, a Norma Fára, és ott a fejem, fejem szintje lesz egy étterem, ahol lehet majd gyíroszt venni. Ezt én fogom készíteni, tehát ez ilyen házi, népi jellegű, az ősi magyar gyíros recept alapján. Jó, hát akkor ezzel már is megnyugtattuk a a a 12. kerület lakost, viszont akkor téged megnyugtat-e az, amikor az önkormányzat semmit nem válaszol azokra a felvetésekre, amelyet adott esetben közbeszerzésekkel kapcsolatban írsz. Például a jegyzőnek, hogy az orvosi rendelő felújításával kapcsolatban hát úgy gondolod, hogy, hogy nem pontosan ismered a részleteket, és hogy talán egy korrekt tájékoztatás az eredményre vezetne. Ilyenkor mi van? Ez egy nagyon különös dolog az ember, amikor így, így, hát amikor képviselő lettem, akkor én azt gondoltam, hogy akkor az ember majd így belelát, úgymond, elment az irodákhoz feltenni kérdéseket, kap információkat, bemehet és megnézhet egy szerződést, vagy, vagy egy, vagy egy lájtosabb pornófilmet benne egy irodai gépen. És azt a hogy igazából. ez? Hát egyrészt az irodák is, és a, a valószínűleg a pornó is, igen, el van tírt, le van tiltva. Uh, igen, tehát a, a gyakorlat most az lett, hogy így uh, Próbál nem igazán válaszolni az önkormányát a kérdésekre, nyilván van, amire azért neki nagyon muszáj, és akkor válaszol, de az elvetően azt szokták, hogy olyan információkat hűlődek el, amik hát eleve elérhetők, úgymond az interneten, és hát nem tudod meg azt, hogy miről szól. Egy, egy közbeszerzésnél nyilván, meg bármilyen szerzésnél nyilván az a lényeg, hogy pontosan mi a tárgya, pontosan mi épül abból a pénzből. Na ez az, amit nem, nem szeretnek megmondani, ehelyett küldik ezeket a általánosságban megfogalmazott szerződéseket, amiknek a mellékletei, a műszaki leírása, a műszaki dokumentációja, amit tartalmazza a tartalmat. Ez az, amit nem annyira akarnak általában elküldeni. De egyébként tök jó, mert abból, hogy mit nem küldenek el, végül is így látszik, hogy mi az, ami érdekes. Úgyhogy igazából tök nagy segítség a részekről is felfoghatjuk. Az orvos rendelő nyilván mindenki azt gondolja, hogy fontos, szükséges, egészségügy, ki kell festeni a kórházakat, az orvos rendelőt fel kell újítani. Tehát mindenki a célt nézi, nem azt, hogy, hogy mennyibe került a mákos guba a karácsonyi asztalra. Igen, hát most ezt meg az orvosi rendőrnek a felújítását szeretném megakadályozni, de lehet, hogy már elkéstünk vele. Nemzet halál. Igen, igen, mert ez ugyanaz a cég, ez a 3R nevű Kft., aminek egy ilyen hogy is fogalmazzak, stróman stílusú ügyvezetője, illetve tulajdonosa van. Ők, ők, voltak, akik ugye éppen nemrég félmilliós négyzetméter áron szerettek volna ilyen tábori, fűtetlen OSB lapos faházakat építeni. És ez egyébként tök a kerületben, és ebből a szempontból egyébként szerintem Máshogy működik, mint a legtöbb fideszes kerület, hogy nagyon sokszor igazából elég megírni azt, hogy pontosan mit csinálnak és akkor kiderül, hogy mondjuk félmillióért csinálnak faházakat, akkor utána másnap, másnap írnak, hogy akkor mégsem írták alá a szerződést. Úgyhogy most a tábor se újul meg, és a gyerekek sem nyaralhatnak majd szántódon új faépületekben. Hát reméljük az orvosi rendelő is uh, ugyanilyen romos maradt, mint eddig. Amikor elkezdtél az önkormányzatban dolgozni, akkor meglepődtél? Vagy azért ez sejthető volt, hiszen a párt válasza az egész rendszerre az, hogy létrejött és működik, oly sok meglepetés nem érhetett, mint a, a parasztbácsi Hát azért, amikor először meglátsz egy közbeszerzést, akkor meglepődsz, amikor másodszor látod, akkor is meglepődsz, és akkor ezeket meg kell uh, szokni. Hát uh, hozzánk úgy, úgy viszonyultak ott a, a, a polgármesterék, vagy hát a helyi Fideszes vezetés, hogy, uh, hogy mondjam, tehát látszott rajtuk, hogy nagyon szívesen megszavaznak ilyen évi pármilliós dolgokat, amiknek olyan nagyobb jelentősége nincsen, és akkor nyilván cserébe azt várnak, hogy az ember, uh, hát ne nagyon csináljon semmit. Ö, aztán nem tudom, hogy meg ott elkezdtük megnézegetni a helyi hát fogalmazunk, hogy korrupció gyanús dolgokat, és akkor onnantól kezdve az embernek olyan rossz véleménye lett az önkormányzatról, hogy, hogy hát utána már nem gondolkodik hát együttműködésen feltétlenül. Igen, de hát nyilván vannak olyan képviselők, akik azt gondolják, hogy idejét ez a vicces párt, és az egész szándéka az, hogy a, vagy a legfőbb szándéka az, hogy egy kicsit így átalakítsa az önkormányzatot, hiszen például megszüntettek a 12. kelet hegyvidék önkormányzatánál egy, egy fontos bizottságot, amelynek te is tagja voltál. Igen, ezt el kell mondanom, mert nem biztos, hogy minden hallgató tudja, hogy, biztos, de... hogy nem. Tehát a képviselők ugye benne vannak mindenféle bizottságokban a kerületekben. Ezek a bizottságok a gyakorlatilag ezek ilyen kifizető helyek, ahonnan fizetéseket kapnak a képviselők. Természetesen ö, szavaznak is, ez egy másik dolog. De az igazság az, hogy minden képviselő minden bizottságba bemehet, és úgynevezett tárgyalási joga van, tehát előterjesztéssel élhet, hozzászólhat, nem tudom, kérdéseket tehet fel. Nem szavazhat, ugye csak a hol tag. Nálunk ennek érdemben nincs a jelentősége, mert mindenhol a Fidesz van többségben, tehát tök mindegy, hogy te most csak szavazol, szavazol vagy el, valahol, nem. vagy nem. nem. Igen, és akkor én engem megtettek ennek a vagyonnyilatkozat ellenőrző bizottság elnökének, ami egy teljesen szürreális képződmény. Ugye ez a bizottság annyit csinál, hogy évente kettőször a tagjai felemelik a kezüket az első kézben, és akkor történik, amikor megszavazzák a napi rendjét a adott ülésnek. A második pedig akkor, amikor megszavazzák azt, hogy a képviselők leadták a vagyonnyilatkozatokat. Itt egy nagyon nagy pont jön a mondat végén, mert ez a bizottság nem ellenőrzi, hogy valósak-e a vagyonnyilatkozatban beírt adatok, nem is ellenőrizheti, tehát a NAV lenne erre képes. Ugye én max, max, követem hazáig, és megnézem, hogy milyen lakása van, tehát nekem nincsenek erre úgymond eszközeim. másrészt nem jár büntetés azért, hogyha nem mondasz igazat. Tehát nálunk is volt, aki elfelejtette beírni az egyik évben a jövedelmét, a másik évben valamilyen megtakarítását. Akkor ezt én szólok neki, és akkor mondja, hogy igen, elfelejtette, de hogy ennek is semmi következménye nincsen. Öh, tehát az a baj, hogy. Ja, és akkor gondoltam, hogy akkor ezt szüntessük meg, mert akkor a hülyeséget erre elmegy, nem tudom, hány millió forint éve, évente, ennek van egy elnöke és van négy tagja, és akkor ez ment egy ilyen fél éves húzavona, nem tudták azt mondani, hogy ezt nem szüntetik meg, mert ők is tudják, hogy értelmetlen. Annyi van, most így zárójelbe, hogy ez a, ez a meló, ez a, het, ez a, évi kettő kézemelés, ez kötelező, tehát ez államilag, tehát ezt muszáj megcsinálni. És akkor azért az lett az előteresztés, és akkor ezt pakoljuk át a jogi bizottságba, ők felemelik évente még kétszer a kezüket, mi meg hazamehetünk, és akkor nem megy el ennyi pénz és hát akkor ezt megszavazták végül a testület, de azt csinálták, hogy a, a, többi négy tagot, a rajtam kívüli tagokat, három Fideszest, illetve hát Bágó Istvánt, őket átrakták a jogi bizottságba, mert úgymond ennek most annyira megnövekedett a feladat hogy most rengeteg munkájuk lesz, és kell még oda további négy ember, aki ezzel fog foglalkozni. Mm. Nagyon szomorú ez egész egyébként, és az is egyébként tök szomorú, hogy a én most láttam először igazán dühösnek élő Norbertet, aki a helyi ellenzéki polgármester jelölt volt a DK-ban politizál. Én most láttam először Dühösnek, amikor egy bizottsági helyről azt hiszem elvesztettek egy bizottsági helyet, vagy a Fidesz döntötte egy bizottsági helyet, hogy kié lesz, és én tényleg nem láttam 9 hónap alatt ennyire Dühösnek, mint most, hogy 40 ezer forint sorsáról nem ő havi 40 ezer forint sorsáról nem ő döntetett. Te nem kerültél át a jogi bizottságba? Téged kizárták bele biztos, ami biztos. Igen, én kimaradtam, de most így tök lesz, mert most igazából az, hogy mindenkinek 300 fölötti a fizetése, nekem meg 170 ezer, amire tök büszke vagyok, mert ha... Jól tudom, a Juhász Petinek is neki volt a legkevesebb a fizetése még annó a 5. kerületi önkormányzatnál. Mondtad a normafát, meg a, a szobrat, amit beígértél a, a választóknak. A áll, ez, egy, igen, ez ez egy ilyen, tehát ez, ez, egy, szégyen. Tehát ez, ez volt a főígéretem, az emberek ezért szavaztak rám, és sehol nem tart a dolog. De nem azt láttam, tehát amikor föl, megy fölfelé az ember a, a, normafához, akkor most van egy nagy felállványozás. Az korábban talán bíztorony volt, vagy, vagy valami. Ez nem az? Ö, hát mondanám, hogy ez az, és én szeretném, a mindenki elhinné, hogy ebből lesz az én szobrom, és ö, legyen így, higgyük azt, higgyük azt, hogy, hogy ezt szépítik át az én szobrom, mert sajnos a valóság nem ez, ez egy olyan olyan puritán, gyakorlatilag értelmetlen víztorony lesz a helyet, hogy egy ékes szobor díszíteni végre a, Széchenyi lesz benne, vagy, vagy mi lesz a funkciója? A szobromban? Hát a, is például kiválthatja a, a régit. A szobrom funkciója ugye a szobor, aminek én fogok lakni majd a, a fejében kialakított lakásban, a gíroszos mellett. mellett. Feljöhetnek a látogatók, természetesen megnézni a kirátást. Nem, nem, olyan magasra, mint ahol én leszek, de egy ilyen 10-20 méterre azért feljöhetnek szerintem. Ez több de azért tényleg nem tudod, hogy, hogy, hogy most mi az álványozás és mi lesz a véget? Hogy kirá... központ lesz belőle, vagy, vagy, vagy meg a... lehet nézni? Nehát, a víztorony az, az víztorony lesz, csak, felúj, csak felújítják a külsőit. Értem és a norma normafánál a fakivágásokkal. Ugye most éppen azt lehet mondani, hogy, hogy, Kovács Gergely nagyot megy, mert egymástól függetlenül mi meghívtunk ide a klubrádióba téged, de láttam, hogy a Magyar Hang címlapján is te vagy, tehát mintha egy, egy eredményes PR marketing munka részeként most mindenhol egy kicsit kifejteted eminens álláspontodat. Hát ebben sok pénz van, ezt ti is tudjátok, vagy az egyesség köztünk, érted, ez így működik. Értem. Akkor térjünk vissza a fához. Hát a norma fa, uh, um, ugye itt egy ilyen, uh, nem Ki tudom. Ki kell vágni a normafát. fát? Legesztően kivágni az egész norma felt. Igen, amit te is említettél, tehát amikor arra jár az ember, akkor így mindig reménykedik, hogy az én szobrom épül, mert látja, hogy hogy, hogy mi zajlik a norma munkazálik. Fálná, hogy munka zajlik, és, és aztán szomorúan jön rá, hogy, hogy nem... Uh, Hát igazából szerintem egy picit félrement ez a dolog. Ugye négy-öt éve kezdték el ott a normafa, én már nem is tudom, minek neveznem, se a felújítás szó, se a... Nem létezik az a szó, ami stimmelne erre a dologra. Igazából szerintem az egészszer a fő probléma az, hogy a, normafának a fő problémája az, hogy, hogy mindenki oda megy. Igen. Ugye van ez 500 méteres rész, leszállsz a 21-es buszról ott a normafánál, elsétálsz a kilátóig, majd vissza. Ö... Miközben a 12. kerületben 50 ilyen hely létezik, ahol bemehetnél az erdőbe sétálni, akár az és út mentén, Zugligetben, akár ha továbbmész a Konkoli tege úton, amit igazából Konkoli tegének neveznek. Uh, és én ezért gondolom azt, hogy bármilyen, most akkor használjuk a fejlesztés szót, ami a normafánál zajlik, az azért problémás, mert emiatt ugye még többen fognak oda menni. Most épült egy látogatóközpont, épült egy, uh, egy, park, egy, egy park az erdő mellé, egy játszótérrel, most egy lomkorona sétányt készülnek építeni, aminek csak az lesz a vége, hogy mindenki oda fog még inkább menni. Ez nem biztos, hogy szerencsés, mert tényleg ez a, amikor, amikor, a vírus idején lezárták a normafát, és yeah. két hónapra talán, akkor tök látszott, hogy ezek a csillabércel lakom, nagyjából látom ott a turista mozgásokat, és akkor tök látszott, hogy az emberek itt szétterültek, minden ösvényen mászkált egy-két ember, és nem egy, nem egy hatalmas tömegbe voltak. A, a, a ennek a kerületnek a legnagyobb problémája egyébként az, hogy annyi pénze van, hogy nem tudja elkölteni. A 12. kerület rengeteg állam. a problémáját. Nagyon nehéz, és és én úgy gondolom, hogy szerintem már Pokorni Zoltán is legszívesebben hagyná a fenébe az egész normafának az építését, de hát ugye most még mindig ott van két milliárd forint erre a lomkorona sétányra, akkor ezt meg kell építeni, amit megint ilyen furcsán indokolnak, mert egyrészt azt mondják, hogy lesz jó kilátás, és normál van jó kilátás, nem kell lomkronos sétálni. A másik érve az volt, hogyha egy ilyen lomkronos sétányon mászkálsz, akkor meg tudod nézni majd a madarakat és a bogarakat. Azt meg. most a madarak, én úgy, én úgy gondolom, hogy el fognak onnan menni, hogy fogsz mehetük sétálni. Bogarakat meg, hát a szóval viszonylag ritka az, hogy az ember most így bogarat. bogarat konkrétan én, bogár én néz. Szoktam, Igen, de tehát a lakásban megnézed a bogarat, mert ott valóban feltűnő, de mit én is kertesházban vagyok, de nem tudom, mikor mentem ki bogarat nézni a kertbe. Úgyhogy igen, ez a baj, hogy hogy, 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 valahogy... Igazából én úgy látom a lakók részéről, hogy ebbe a kerületben leginkább arra van igény, hogy, hogy ne történjen semmi. Legalábbis építkezések terén. nálunk nincsenek ilyen felszámolandó rosdaövezetek, vagy bármilyen ilyesmi ide lakók azért költöztek ide, mert szeretnek egy ilyen viszonylag zöld területen lakni, és ezzel szemben iszonyatosan sok építkezés zajlik jelenleg a kerületbe. Éppen azt mondtam, hogy mondhatod, hogy túl sok pénze van az önkormányzatnak, hát éppen most jutott 50 millió forinthoz, ha jól értem, egy ingatlan beruházás kapcsán. Igen, ez egy uh, elég hosszú és kicsit bonyolult történet. Uh, ugye alapból azt vettük észre, hogy a rácsaladár út mentén, ahol építkezik egy uh, hegyvidékril-esztét uh, nevezetű KFT, ők építkeznek, és az utca, utca túloldalán az elbontott hegyet azt így behordják az erdőbe. Ez egy elég jelentős, ilyen 100 méter hosszú, 2-3 méter széles, illetve magas föld, halom keletkezett. Uh, és kiderült, hogy valóban ez a, ez a terület is az övék, uh, de a történet tényleg elég unalmas és hosszú. Az a lényeg, hogy alapban az önkormányzat eladott egy olyan ingatlant, amin átment egy út. Ők vállalták, mármint az önkormányzat, hogy ezt az utat megszüntették, és építenek helyette egy Más másikat, utat? mert ugye ez a Melinda út, tehát igazából az Istenhegyin, a Mártonhegyin és ezen tudsz lejönni a hegyről. Tehát ez egy kell, kell valóban az út. Uh, és uh, és hogy építenek egy másikat, aztán rájöttek, hogy a másikat nem lehet megépíteni, mert ez 21 os meredekségű lenne, ezzel Budapest legmeredekebb útját sikerült volna megcsinálni. Ezek után elcserélték ezt a teleket egy másikra, egy telekre, ami igazából a szomszéd telek, és fizettek 104 vagy nem 98 milliónyi kárpótlást ennek a cégnek, mert nem tudtak ott építkezni. És az a vége, hogy basszus, Konkrétan 54 millió forint bevétel lett az önkormányzatnak, 3600 négyzetméteres telekeladásból, amit tényleg borsodba is többet kapnál, nem felt. és ez meg a sváb helyről beszélünk, ahonnan látszik az egész város. Talán itt lényeges kerékpársávokat kéne építeni a 12. kerületben. Pont például ezen az utcán, ezen 21 százalékosan is. Jó kihívás lenne a bringásoknak. Most itt egyszerűbben oldjam a kerület a, a bringa utak kérdését. Vannak ilyen nagyon vicces táblák a kerületben, vannak utcák, ahol nem építettek járdákat, és kiraktak ilyen táblákat, meg felfújták az aszfaltra is, hogy hogy járjunk együtt, és oda tettek egy biciklit, egy babakocsit, meg egy szánkot. autót, vagy szánkot, vagy ilyen lovat. Uh, és itt nagyon nagyon sok mert hogy járjunk együtt, most igen, hát hogyha nem csinálsz járdát, akkor valóban együtt fogunk járni az útesten, mert nagyon más nem tudunk csinálni. Hát gyakorlatilag a, a, az autósok és a bringások és a gyalogosok közti e, hidakat próbálta lebontani az önkormányzat ezzel a lépéssel. 9 óra 30 perc van. E, a reggeli személy Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt e, társelnöke, alelnöke és elnök egyben 12. kerületi országgyűlési képviselő. A következő fél órában beszélni fogunk majd a, a nyári táborról, a parlamenti politizálásról 2022-ről meg 2021-ről is. A reggeli személy pedig Kovács Gergely, a két farkú kutyapárt alelnöke, társ társelnöke és elnöke a 12. kerületi önkormányzat, hegyvidék önkormányzat, annak önkormányzati képviselője és nem országgyűlési képviselő egyenlőre írta nekem Lantai a 06 30 30 95 és egy másik hallgató azt írja, Hello, Kovács Gergelynek a reggeli gyorsba, most éppen egy stadiont és sportcsarnokot kezdenek építeni a testnevelési egyetem volt pályán, Mészáros Lőrincik, ahelyett, hogy sportparkot csinálnának, ebbe kellene beleállni, inkább itt legyen a szó a stadion helyett, írja egy hallgató. Szervusz, jó reggelt! Hát ott nem látszódna annyira jól a szobrom, és a, a levegő minősége is inkább, mert elég nagy a smog, inkább sportpályára alkalmas, mint az én szobrom. Ugye a kőnek ugye ártana a smog, és nek nem örülnénk. De hogy itt a hallgatónak igazából a sportsanokkal van baj, nem is a sportpark, hogy nem sportparkot építenek. Hát ezért kell. Ja, és akkor a szobrom is a jó, igen. Egyébként vicces, mert a, a testületi ülésen volt szó erről, és ott azt mondta a Pokorni Zoltán, hogy ő azt javasolta, hogy ezt inkább a, az egykori Csillebérci úttörőtábor Egyre jobb. területén építsék meg, csak ez a TF-nek nem tetszett. Uh, nagyon király lett volna még egy a, a norma fel. <laughs> Mi lesz a Csillebércel? Azt nem tudni, hát ugye ez visszakerült az állam tulajdonába 20, nem tudom, 5-6-7 év pereskedés után. Azt mondom, hogy szegény Parakovácsnak el kellett onnan költöznie. Ó, oh, igen, és hát ő tudom, hogy még talán az iskola is működik, a mai napig a tábor bezárták egy pár éve. Hát nyilván mindenki retteg, ugye a környező telkeken is ilyen ingatlan fejlesztések kezdődnek, és hát ha az ez egy hatalmas terület, ez akkora, mint a Margit sziget egyébként. Az nagy. Úgyhogy ha azt beépítik lakóparkokkal, akkor tényleg meg fogunk halni. Ugye az a szomorú itt az egész környéken, meg az egész 12. kerületben, hogy nagyon sok olyan rész, ami, amire ha ránézel, akkor azt mondanád, hogy erdő. Ezek jogilag nem erdők. Ez azért van, mert a 18.-19. században a 12. kerület nagy részén részben szőlőtermesztés zajlott, részben szántók voltak. A szőlőtermesztés behalt ugye a filoxéria járvány miatt 130 éve körülbelül, a szántókat sem művelték már, és hát kinőttek az erdők ebben a 130 évben, de valamiért elfelejtették ezeket vissza, vagy hát átminősíteni erdővé. De hát ami erdőnek néz ki, és fák vannak benne, az nem erdő. Hát nagyon sok ilyen, nagyon sok ilyen rész van, főleg lejjebb. Hát nyilván azért a fenti rész, tehát a, ugye ezt lehet, eset se tudja mindenki, de hogy az az erdő, ami a Normafa és Budakeszi között van, ezt megvásárolt a Budapest Budakeszi-től a 19. század végén, pontosan azért, hogy ez megmaradhasson erdőnek egyébként. Érdemes is megnézni a térképen a Budakeszi és Budapest határát, és ott egyértelműen látszik, hogy a budakeszi határ, tehát a budakeszi irányból teljesen be van építve az egész határig. Tehát ez erdő, ez meg fog maradni, de amik lejjebb vannak az Istenhegyen, a Svábhegyen, a Mártonhegyen, ezek sajnos hivatalosan nem erdők, és, és, lehet az az önkormányzaté, vagy lehet az éppen a, a piaristáké. Igazából az a gyakorlat, hogy ezeket ők hát ingatlan fejlesztőknek eladják. Hello! A Svábhegyi szanatórium helyén óriási lakóparkot építenek. Erről mikor beszéltek? Nagy a csend. Hát nem olyan nagy a csend, mert két hetente írunk róla valamit. Igen, egy marhagy lakópark épül, ez az ötfős út 10-14 szám alatti nem is tudom, talán 15 ezer négyzetméter, vagy, vagy talán vagy 30, mindegy, több tízezer négyzetméteres terület. Igen, megkapták az építési engedélyt, 103 lakás fog épülni, ahogy számogattuk, ez önmagában kb. 25%-kal meg fogja növelni egyébként reggelente az Istenhegyi út, meg a Mártonhegyi útnak a forgalmát. Ebben, ami Ebben sok minden nem szép. Ennek volt egy értéke, ezt egy ilyen 4 milliárd körüli értékre becsülték, de amikor az állam eladta, akkor előtte előkerült az a cég, aki a Ugye az a kiskúhalási cég, aki a sukorói értékbeslést is végrehajtotta, és nekik itt is sikerült utána kb. felére értékelni az épületet, ezt adta az állam. Utána a piaci áron már 4,5 milliárdért ment el pár évvel ezelőtt. Most erre alapból nem lehetett volna lakóépületet építeni, mert ez egy ilyen úgynevezett intézményi terület. Ezt elmondanám zárójelben, mert szerintem ezt sem mindenki tudja arról gondolom hallottak a hallgatók, hogy ezek az építési hatóságok átkerültek az államhoz. De a valóság ennek ellenére az, hogy az önkormányzatok eldönthetik, hogy mi épülhessen az adott telken, mivel az önkormányzatok mondják meg az építés, a építési övezetet, a besorolást. Tehát megmondhatják, hogy épülhet e lakóépület, milyen beépíthetőségű az adott terület, milyen magas tudsz stb. Na most ennél a, a adott teleknél azt csinálták, hogy megváltoztatták ezt az építési övezeti besorolást, annyiban, hogy most már épülhet rá, tehát lehet lakó jó épület a területen. Viszont meghagyták ennek ellenére úgynevezett intézményi területnek, aminek jóval nagyobb a beépíthetősége, mint egy lakóövezetnek. És ennek az a vége, hogy összességében 15 négyzetméternyi lakás épülhet erre a területre. Nem 15 ezer négyzetméter alapterület, hanem hogyha összeadjuk az emeleteket, akkor 15 ezer, és hát igen, ezt, 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 sajnos ezt kezdik csinálni. Ezért belegondolunk, hogy milyen ügyesen növeli a 12. keret a lakosságát. Tehát, hogy képzeld el, hogy fölépül ez a sok lakásos épület, az mondtad, hogy azért milyen forgalomterheléssel jár, de hogy olyan ember, annyi új ember költözik a 12. kerületbe, tehát kvázi, hogy is mondjam, siker. Igen, de ennél szerintem talán jobb lenne, hogyha úgyis olyan a kerület, és úgy se tud mit csinálni a pénzével, ha inkább megvásárolna más kerületeket, és apránként felvásárolnánk a 9. kerületet, vagy a 22-et, tehát én inkább ebbe az irányba mozdulnék. Értem. van, olyan dolog, amitben azt gondolod, hogy sikerrel jártál azon kívül, hogy megszüntettél egy bizottságot, mióta önkormányzati képviselő vagy? Hát itt leginkább egy az hogy, hogy a megakadály... a, 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 meg, a mi valamit megcsináljanak, igen. Hát egyrészt megszavazták a, ezt az ez a minimum nevű úgynevezett ilyen antikorrupciós cuccot. Nem tudom, volt a más fideses önkormányzat, ami ezt megszavazta. Uh, és akkor ebben lettek ilyen kisebb eredmények, amik nem nagy dolgok, de ebben a kerületben csodának tekinthető, hogy például most már közvetítik a testületi ülést. Ez, uh, ezt úgy sikerült elérni, hogy, uh, hogy elkezdtük mi közvetíteni. És akkor ugye elég hülyén nézett ki, hogy a kutyapárt oldalá lehet megnézni a testületi ülést, az önkormányzatén meg nem, és akkor a következő már elkezdték közvetíteni. Ugyanígy volt, vagy hát még van is egy nagyon csúnya gyakorlat ez a civil szervezeteknek a támogatása. Egyrészt van egy 10 milliós keret, ami nyilvános, meg van hirdetve, normális pályázatok vannak, stb. És van egy, hát nincs egy konkrét keret, de gyakorlatilag egy ilyen 50 millió körüli összeg, amit minden évben odaadnak úgy, hogy erről nem tud senki. Ez, ez, rosszul. Igen, ez sehol nincsen meghirdetve, tényleg az volt a válasz a részükről, hogy igen, a 2014 per 5-ös rendeletből lehet tájékozódni. Ez úgy történik, hogy elmész a önkormányzat weboldalára, ráklikkelsz arra, önkormányzat, utána nem, utána nem téveszt meg a pályázatok felhívások menüpont, hanem a, a, működést választod, majd a rendeletek tárát, ott ugye a 2014-et, és ott megtalálod a valami ilyesmi szövegű, hogy a, államháztartáson kívüli pénzösszegek, átadás, átvétel, egy ilyen felfoghatatlan cucc. Na ebből kitott tudod hogy igazából kérhetsz pénzt az önkormányzattól. És ami még elég szürreális, hogy ugye aki már pályázott, az tudja, hogy általában kell egy költségvetés, kell egy részletes leírás, hogy mire költ a pénz. Ezeknél, ezeknél a idézőjeles pályázatoknál szó nincs erről, Tehát úgy néz ki egy pályázat, hogy szokásos programjainkra zárójel működési költség kérjük a pénzt. Az elszámolás pedig szintén nem olyan, hogy le kéne írni, hogy mire költötted a pénzt, hanem hozol számlákat. És ebből tényleg ilyen szürreális szituációk jönnek ki, hogy például az egyik KDNP-s képviselő hölgynek a az egyesülete, ő még azt is elfejtette vele írni ebbe, hogy mennyi pénz kér. És akkor ő kapott 150 Csak. vagy 200 ezer forintot, mert hogy mit tudom én, ennyi szokott úgymond kapni. És igen, és hát mondom, az a, az a szomorú, hogy az meg látszik, hogy az egyháza, illetve a kdnp és Fideszes képviselők tudnak erről a lehetőségről. Úgyhogy ezek a pénzek igazságszint hozzájuk mennek. Na, ezt is most arra már azt ígérték, hogy akkor ezt megszüntetik ezt a gyakorlatot, mert... Be kell írni, hogy mire kell. Igen, meg hogy. Csak nem, ez is olyan szomorú, hogy tényleg a, 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 a. Igazából nem az zavarja őket, ha valami rosszat csinálnak, hanem az, hogyha az emberek tudnak róla, és hogy így nagyon sok esetben bőven elég az, hogy tudjanak róla, és akkor. Uh -huh. És akkor abba hagyják. Milyen ehhez képest. Te... A, a pártársad Dömes Usa, sikert-sikerre halmoz a 9. kerületben, tehát ő gyakorlatilag e, lubickol, tehát jó pályázatokat csinálnak, jó programokat csinálnak, e, sikert-sikerre sikert, sikert, halmoz. Te meg, hát ott van neked a nyilvánosság, meg a szobor. Hát igen, bevallom, kicsit irídlem, hogy, Lehet is, hogy... <hállal> ő valóban tudja csinálni, amit szeretne, én meg, én meg azzal töltöm az időmet, hogy ne valósuljanak meg dolgok a kezdetben, mert annyira rosszul néz ki az egész, hogy éppen annyira drága lenne. Úgynevezett kerékkötő, kovács kerékkötő gergely. Igen. igen. A... De egyébként pont az előző pályázatoknál az úgy van, hogy idén még lesz, azt ígérik, hogy jövőre megszüntetik ezt a, ezt a fajta pályázati lehetőséget. Úgyhogy most tudok én is valamit csinálni, mert mert meg tudom hirdetni ezt a pályázatot, és akkor így, így tud rajta mindenki indulni. Ugranak a hallgatóink, egy másik azt írja a reggeli személynek, tehát Kovács Gergelynek kérdés. A szántódi üdülővel terveznek-e bármit csinálni? Az egykori útrőtábor az önkormányzat tulajdonában van, mostanában elég szomorú képet mutat, lepusztulóban van, írja a hallgató, tessék. Hát igen, pont ennek. Drága Ragyos <laughs> Pont ennek sikerült most tönkretennünk a tervezett felújítását, mert mert kiderült, hogy félmilliós négyzetméter áron akartak volna faházakat építeni. Úgyhogy ez most ott tart, hogy újra ki lesz a közbeszerzés. Most itt igazából az önkormányzat nagyon jól már nem tud belőle, szerintem kijönni, mert most ugye vagy azt csinálják, hogy megint félmillióért épít valaki a faházat, vagy pedig reális áron 150 ezer forintért. Utóbbi esetben azért fog kinézni hülyén a dolog, hogy akkor alapból mi lett volna 500 ezer forint. Ezek is egyébként olyan dolgok, ugye, hogy Ugye ezek közbeszerzések. Az egész közbeszerzésnek az lenne a lényege, hogy valamiféle verseny legyen. Nálunk ez nagyon nincs így. A, a kisebb értékű, de most kisebb alatt 50-100 milliós tételeket értek. Intézményfelújítás, ilyesmi, melók. Ez úgy zajlik, hogy van négy darab cég, aki, aki az elmúlt 15 évben rendszeresen nyer. Van 15, aki sose nyer, de meghívják, ugye, mert, mert, mert kell a létszám. Ez a négy, aki nyer, ezek közt is tehát, mondjuk a, a elég komoly kapcsolatok vannak, az egyik a, a, a 3R Kft a másik a Regnum Trend, Bau, ezeknek a tulajdonosainak korábban négy darab közös cégük volt, a másik kettő az a Westerm és a Delante, a Delante jogerődje a Netkerék, akinek a tulajdonosa, a Westermnek a tulajdonosa. Tehát, hogy nyilván ezek az emberek ismerik egymást 15 éve vagy 20 éve, hiszen üzleti kapcsolatban voltak, nyilván meg tudják beszélni, hogy melyiket kiindul, éppen ki nem kinyerje indul, meg. És itt Pontosan, és ezek a kisebb pénzek. Ez, 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 annyira nem ijesztő, ez csúnya, ezt, ezt látni, ezt érteni. Ami viszont sokkal ijesztőbb, hogy a, 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 milliárdos közbeszerzések, tehát amiket mondjuk a, nálunk a útépítést, vagy a mélyépítést, a Penta szokta mindig megnyerni, ez inkább a központi Fideszhez kapcsolódó cég, a, a, az ilyen ház, vagy ilyesmi építéseket az archibónak szokta megnyerni, aki itt van egyébként kb. 50 méterre a Bokor utca 9-ben a székhelye. A, hogy itt, itt az az ijesztő, hogy itt már az van, hogy, hogy, hogy ezek nyílt közbeszerzések, tehát ez nem, mint amit előbb mondtam, nem Igen. meghívásos, hanem bárki elindulhat. Most arra oda jutottunk, hogy az egész egyszerűen nem indul el senki. És ez azért, azért para, mert, mert, mert építkezésről van szó, 5000 cég lenne képes megcsinálni az adott munkát. De egész egyszerűen ezek a cél kellem, ma már nem indul el senki, hogy ennek mi az oka, azt, azt mindenki találgathatja, hogy sikerült eljutni ideig. És akkor nem is indul el, tehát nem, akkor nem hirdetnek győztes, tehát ha csak egy ember jelentkezik? Hát egy ember jelentkezik, és ő a győztes. Ez legális. Tehát az, az oké, okay, hogyha egy cég indul egy közbeszerzésen, és ő nyer. Ez, mennyire, mennyire rossz ez le, egy... ez. De egyébként egy irány, hogy, hogy nem jelentkezek, és anélkül nyerek. Igen. igen, igen tehát egy kicsit igen. tovább lehetne fejleszteni. Nem csak tényleg, hogy a jellegét értsék az adatok is, hogy például a, a most nyert meg egy 6 milliárdos közbeszerzést a Penta. Ez egy úgynevezett ilyen keret, keretszerződés, tehát ennek nincs meg előre a konkrét tartalma. A szobor. A, hát, bárcsak, bárcsak. Ö, és ez egy olyan dolog, hogy ebbe benne van gyakorlatilag minden: útépítés, járda, parkok, szökőkutak, csatorna, távközlési kábel, gyakorlatilag minden. minden. Ö, ez egy négy éves, négy éves cucc, tehát az azt jelenti, hogy most négy éve a Penta fog építeni mindent, és ez, hogy mondjam, nyilván. Tehát nem logikus, nem? Tehát, hogyha te próbálod, próbálnád valahogy jó áron beszerezni ezeket a dolgokat, akkor, akkor külön megversenyezhetnéd a szökőkutat, az utat, a nem tudom mit. Nem a az, hogy azt mondta, hogy most akkor 6 milliárd forint értékben egy cég fog mindent csinálni, majd annyira mennyit éppen akkor mond arra az adott dologra. És mondom, hogy ez törvényten azt én nem merem állítani, de hogy verseny nincs ebben a kerületben, ezeken a közbeszerzéseken azt, azt tényleg merem állítani, mert, mert én tudom előre, hogy ki fogja megnyerni az adott közbeszerzést, és ha én tudom, akkor feltételezem, hogy polgármester úr is tudja. De hál' Istennek a kerület lakói nem tudják, és abból olyan nagy baj nem lehet. Ezt én teszem hozzá. Mi, mi volt a két farkú táborában? Hú, hát állítok, hőzöngés, én, 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 csak én nem tudom, én nem nagyon... Nem odnálott? Ott voltam, de hát nem tudtam figyelni a táborra, én csak a Pesti srácoknak a, a cikkéből értesültem, és álltak hőzöntünk, és uh, nem is tudom, mi volt, még hangoskodtunk, és uh, rendetlenkedtünk, rendetlen és uha, hát, szörnyű, szörnyű lehetett. Hogy... Értem, de előre volt? Vagy hát, hátra? Az elfogyasztott sör mennyisége alapján azt mondanám, hogy igen. Maradt valamennyi sör, ez, ez, ez mondjuk negatív. Én azt hittem, hogy el fog fogyni minden sör. Értem, és hogy futtok neki a 2022-es parlamenti választásoknak? Van arról már valami koncepció, összefogás hát igazából, meg minden. Igazából megszokásból elindulunk, ahogy legutóbb. Az álláspont ilyen összefogás kérdésben igazából nem változott. Tehát, ha mindenki szívesen csatlakozunk az összefogáshoz, hogyha mindenki más hát kilép belőle. A, 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 ja, hát mi külön fogunk indulni, nem fogunk elindulni mind a száz, egy-két-három körzetben, hanem annyiban csak, hogy azért országos listánk legyen, ugye ez egy 30 körüli hely, sőt, még talán azt is megpróbáljuk, hogy ahol ilyen izgalmas a verseny, akkor ott, ott, ott nem, nem, nem zavarunk bele, úgymond. Én abszolút megértem, hogy az emberek már bárkire ö, le akarják váltani a Fideszt, ez látszott az önkormányzati választáson, én tök meglepődtem, de, de simán szavaztak a jobbikosok a dk és fordítva, Igen. mondom, én ezt, én ezt tényleg megértem, és, és, és én is örülnék, ha bárki leváltaná a, a Fideszt, de egész egyszerűen morális, nem tudok más mondani, ez elég nyálas, de ilyen, ilyen morális okokból én nem... Nem, nem tudok olyan pártokkal együtt indulni, mint, mint, mint a Jobbik, aki, aki öt éven át őtette a legtöbbet azért, hogy te legyen gyűlölettel ez az ország, vagy olyan pártokkal, mint az MSP vagy a DK, akiknek hát egyrészt a kormányzásuk uh, <laughs> sem volt a legsikeresebb, másrészt a, a, nem vagyok benne biztos, hogy az ő korrupciójuk az sokkal uh, hát visszafogottabb, vagy visszafogottabb lenne, mint a, mint a mint a Fidesznek. Utolsó rövid kérdés. Milyen visszajelzések vannak a párt működésével kapcsolatban az önkormányzati győzelem után? Mondjuk vannak-e kilépések, mint sok pártban? Átigazolnak máshová, vagy egyáltalán vannak-e új tagok? Hát a 12-ben, ott, 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 ott persze ott lett tök sok ember, aki segít, meg új. Hát igen, egyébként azt el kell mondanom, hogy az egyik, egyik amikor képviselőnket úgymond elvesztettük, a 15. kerületről van szó, és pálma Jatiláról. És mivel most ő nincs itt, így próbálok nagyon korrektan fogalmazni. Igazából nem értettünk egyet azzal a ő munkájával kapcsolatban, hogy az most így munkának számít-e, vagy nem. Hát azért fura, hogy a, a MKKP-nak mi ügyekben kell eljárnia. Igen, hát nem, nem jártunk el pártfélelmi ügyekben, mindegy, én személy szerint többet vártam volna tőle, mint amit ő csinál, de tényleg nem, ez így nem korrekt, hogy ő nincs itt, úgyhogy ő igazából most már nem a párt tagja, a tizenötéket képviselünk. A többiekkel én tök vagyok, és szerintem tök ügyesen csinálják, amit csinálnak. És csillagúszemű szemű fiatalok, azok menetelnek a, a két varkú kutya pártban? Vagy mellé? Uh, igen, Én azt mondom, hogy igen, ugye? Igen, 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 igen. Persze, igen, rengetegen igen. Értem. Köszönöm szépen az őszinte választ. K Kovács Gergely, a farkunk Kutyapárt társelmének a 12. kerület önkormányzati képviselője volt a reggeli személy itt, a reggeli gyorsban. A mai műsor létrehozásában segítségemre volt a szerkesztő Korpás, Krisztina Ricsovics Kinga, Selmeci János, Józsa Péter és Zsidai Péterén, Én és Rubert voltam. Egy hét múlva találkozunk. Legyen kellemes a hét. Végéjük 37 fok V-hallás.